Csak akkor lesz biodóm, ha a kormány jobb belátása bírható, mert a főváros ebben az ügyben nem tud előrelépni. Ezt Bősz Anett főpolgármester helyettes mondta Híradónknak. Ugyanakkor a kormány kérdésünkre azt írta, a biodóm befejezése a főváros feladata. A létesítmény körüli bizonytalanság beárnyékolta a mai ünnepséget, pedig az állatkert most tartotta a 157. születésnapját. Már nyitás előtt nagy volt a készülődés szerda reggel a fővárosi állatkertben. 1866. augusztus 9-én, 157 éve éppen ezen a napon nyitott meg az intézmény. Az állatkert szülinapjára az állatoknak is kedveskednek, ebből a tortából fognak kapni, és ez egyébként emberi fogyasztásra is alkalmas, úgyhogy most én is megkóstolom. Egy szőlőszemet. A sütemény is finom, azt is meg lehet kóstolni. Igen. Próbálja ki. A süteményt azért nem kóstoltam meg, ám a gyűrűs farkú makik boldogan csemegésztek belőle. Az ecsetfülű disznók és az elefántok is örültek a meglepetésnek, ahogy a két nílusi víziló is azonnal indult a finom falatokért. Akit itt lehet látni, ő Justina, ő lánya Tücsöknek, az 50 éves vízilónak. Hát Tücsök már megkapta az adagját, Justina pedig most kapta meg. Hát Tücsök már nagyon öreg, és vele most már minden reggel egy ilyen fogorvosi foglalkozással kell kezdenünk. Az állatkert szóvívője arról mesélt nekünk, hogy fontos számukra az oktatás, ismeretterjesztés és a természetvédelem, valamint, hogy már az 1920-as években részt vettek az európai bölény megmentésére irányult tenyészprogramban. Az, hogy létezik még európai bölény, az az állatkerteknek köszönhető, de más fajokkal is így vagyunk, és hát különösen az elmúlt évtizedekben vált ez még inkább jellemzővé, hogy az állatkertünk nagyon komoly eredményeket tudott elérni veszélyeztetett fajok szaporításában, akár visszatelepítési programokban. 6 éve kezdték építeni a biodómot, amely a Kárpát-medence egykori élővilágát idézné meg. Itt lennének az elefántok és a cápák is. Ez utóbbiak még kiskorukban kerültek az állatkertbe, arra számítva, hogy mire kifejlett példányok lesznek, átkerülnek a biodóm nagy akváriumába. Sós Endrét, az állatkert jelenlegi vezetőjét arról kérdeztük, mikor készül el a létesítmény. Reméljük azt, hogy egyszer el fog kezdődni, igazából nem rajtunk múlik. Nagyjából ez a 2,5-3 év, ami kell a befejezéshez. Ugye sok állat esetében valóban ez a tovább lépésnek lesz egy lehetősége. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Híradónknak azt írta, a biodóm befejezése a főváros feladata. A kormány minden támogatást megadott, amit ígért. A kultúráért felelős főpolgármester helyettes ezzel nem ért egyet. Értelmezhetetlen a kormány magatartása a biodóm ügyben, mert ahogy halad előre az idő, úgy a beruházási költségek egyre csak növekednek. Ugyanakkor ez egy kormányzati motiváció volt, kormányzati beruházás. Nem érthető az, hogy miért a fővárosra veti vigyázó szemeit a kormány. Bősz Anett hozzátette, a főváros ebben az ügyben egyedül nem tud előre lépni, így csak akkor készül el a biodóm, ha a kormány jobb belátásra bírható.